Lápa főhatárán búsul a nagyfa, híres sobdióska aluszik alatta. Így szól a vers. És valóban a történelmi kutatások szerint a híres betyár vezér 1837. február 17-én veszítette életét a falu határában. 500 pandúrt vontak össze az elfogására, akiket katonák és bosszúvágytól fűtött fiatal nemesek is segítettek. Végül Lápa főhatárában bezárult a kör, és Sobdi látta, hogy nincs menekvés, és öngyilkos lett. Társait elfogták és felakasztották. Lápafőn mostantól emlékoszlop őrzi a betyár emlékét. Régóta vágyunk volt, hogy sikerüljön a sírhelyét megjelölni egy kopjafával, amelyre most kerítettünk sort, és ez is majd jövő hét szombatján, 18-án lesz átadva a lakosságnak, illetve azoknak az érdeklődőknek, akik országszerte érdeklődnek Sobdi Jóska iránt, mert már idáig is meg volt ez az érdeklődés, csak nem tudtuk bemutatni, hogy tulajdonképpen hol van a sírhelye. Most ez is megtörténik. A sírhelyavatás csak egy része a temető és környéke rekonstrukciójának. Lápafőn sokáig nem volt kerítés a temető körül, és az ide vezető út is szinte járhatatlan volt. Már jó pár 10 éve cél lett volna, mert az idei évben sikerült megoldanunk, hogy bekerítsük a 2 temetőnket, mert addig nem volt, és a temetőhöz felvezető út annyira leromlott állapotban volt, hogy szinte járhatatlan. Többször nekifutottunk, amire eljutottunk odáig, hogy pályázat útján sikerült annyi összeget nyernünk, hogy ezt az útszakaszt fel tudjuk újítani, és mint látható, ez sikerült. A mai nap volt éppen meg a műszaki átadás, átvétel, úgyhogy minden rendben volt, készen van. A erre szánt összegből kijöttünk, úgyhogy át tudtuk adni a lakosságnak. A költségek megközelítették a 18 millió forintot, a község a beruházáshoz önerőként 3 millió forintot tett hozzá. A következőkben az önkormányzat folytatja majd a temető rekonstrukcióját.